Sziasztok, DJ Nara vagyok. Üdvözlök mindenkit az új beszélgetős műsoromban, amelynek az a címe, hogy Nara Talk. Ebben a műsorban különböző, fellépő emberekkel fogok majd beszélgetni. Az első adásban Azát és Krúbit hívtam meg. Én Azát nagyon-nagyon régóta ismerem, régen nagyon sokat pörögtünk együtt, az egész Vákum Erzel, ugye Bobakrom kezdett fiai. Így bandáztunk együtt, és hát igen, 10x éves korunk óta ismerjük egymást, annól nagyon sok buliba mentünk együtt. És Krúbit meg egy nagyon érdekes személyiségnek találom, szerintem nagyon bevállalós ez az egész, amit képvisel a kis hazánkban. És ja, velük fogok ma beszélgetni. Tartsatok velünk! Na, hát akkor sziasztok! Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. Az, ahogy elveled, már nagyon régóta ismerjük egymást. Egy évben születtünk, nem? 85-ös vagy te is? Igen. Jól elkezdtem. Krúbi van, mert ugye veled meg. Én akkor pont mínusz 10 éves volt. Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy akkor az a kezdem veled, hogy te mindig is szerettél a középpontban lenni, szerepelni, tehát kiskorod óta erre vágytál. Igen, igen. Emlékszem, Pater vett nagyon régen egy kamerát, és akkor azonnal azt becsortam, és magamat vettem vele, produkáltam. Tényleg? Mert ahogy ugye régen nagyon sokat haverkodtunk, meg hát egy baráti igen. Társaságunk volt, de ott így, ja, mondjuk igen, azt azért azért voltam. Ott... Különc voltál, igen, de hogy, de mondjuk azt mindenki szeretett. De a színpadon de... Meg ugye ott voltak az Újonc Petiék és Bobakrom is, szóval így mindannyian szerettetek szerepelni, szóval igen, nagyon, ott ugye ott nekem az Újonc. Nehéz volt egy valakire szerepelni, akkor mindenki olyan szereplős. Igen. Szóval igen, szerettem akkor ilyen ki mit tudom, meg igen, suliban szerepeltem, rappeltem, meg még Animal Kerimből az takarítónőt például, rappeltem ki mit tudom, meg írtam verseket, meg szerettem szerepelni igazából. Aha, és te, Krúbi? Bizonyos szint igen is, tehát hogy azért nem feltétlen vágtam arra, hogy mindig teljesen a középpontban legyek, de alapvetően igen, nem voltam az a fajta, aki nagyon izgult, hogyha valami suli program keretein belül színpadra kellett állnom, vagy ilyesmi. De egy a magánéletben is összességében azt hiszem, hogy sosem voltam az a nagyon visszahúzódó fajta, hanem inkább ilyen extrovertáltak. Készültél erre, hogy rapper legyél? Hát arra is feltétlenül, hogy rapper, de hogy... Előadó. Igen, tehát arra, hogy ki szeretném magam valamilyen formában fejezni, így a nyilvánosság előtt, arra szerintem mindig is vágtam, eléte könyveket írtam, meg novellákat, meg indultam ilyen versenyeken, meg ilyen hülyeségek, meg zenét is mindig is írtam, csak nem volt nagyon még az elején a módom rá, hogy felvegyem meg, kiadjam, de amint ez megvolt, akkor ezt meg is tettem először ilyen rock zenével. Úgyhogy... A rock és a rap az azért ezt a függ, azért mi is hallgatunk nagyon sok rockot annó is. És milyen könyveket írt, vagy milyen novellákat írt? Detektív novellákat? Hát szerintem több ilyen full Stephen King copy-kat nyomtam. Igen? Az első könyvet ilyen 11-12 éves írtam, de egy ilyen 120 oldal lett, de az ilyen fantasy volt. 11-12 éves, mert ilyeneket írtam. Kurva szar, nagyon. Valahol megvan? Valahol megvan a gépemen, igen. Később meg tényleg elkezdtem Stephen King-et olvasni, és akkor szerintem egy az egyben azt a stílust ilyen nem vagyunk támasztani. Hát valahonnan inspirálódni kellett. És Krúbi, neked azért eléggé hirtelen jött a siker, nem? Tehát, hogy gondoltál erre, hogy ekkor el fog durralni? Vagy csak úgy csináltad és go with the flow? Az, hogy ekkor át fog robbanni, az biztos, hogy nem gondoltam. De még ha el is tudtam volna valahol el tudtam képzelni, hogy lehet, hogy ez sok emberhez eljut, mert azért mégiscsak elhangoznak olyan dolgok, amikre az ember így felkapja a fejét némelyik számomban. Azt, hogy de azt gondoltam, hogy ha eljut sok emberhez, akkor azért, mert nagyon durán megosztó lesz. Aha, aha, aha. És az, hogy ennyire többségében van a pozitív visszajelzés, és ennyi emberhez eljut, tehát hogy nem tudtam, hogy létezik ennyi ember. Meg ezt, hogy Magyarországon, ugye, mert azért itthon elég nehéz különcnek lenni, úgymond, meg hát te azért elég merész vagy ezzel az egésszel, hogy ezt bevállaltad. Ugye ott volt a két ember, ki nagyon ellened kezdett kampányolni. Én a Zsóka posztján nagyon sokat nevettem, én ott így végigolvastam, amiket ír. Mert egyszerűen az, hogy most
érted, gyerekdal, hát ki mondta, hogy te gyerekdalokat csinálsz, kezdjük ott, igen, tehát, hogy most igen, én is nyilván értem, azt születik a gyermekem, nem fogom neki hagyni, hogy ilyeneket hallgasson, de úgy fogom felnevelni, igen, tehát úgy fogom felnevelni, hogy figyelj, ezt te nem hallgathatod, vagy ilyen szót nem használsz, tehát, hogy de attól még léteznek ilyen dolgok, és az, engem annyira szórakoztatod. Igen, vicces volt. Tehát ez nekem nagy promó volt. Hát nagyon durva. Hát az extra promó, nem? Tehát, egy ilyen polgárpukkasztó dolgot nagyon durva a promó. Én nagyon örültem ennek. Akkor, amikor így elkezdted ezeket a negatív dolgokat kapni, azt így hogy kezelted? Vagy vártad, fel voltál erre készülve? Nyilván valamilyen szinten biztos, hogy fel voltál erre készülve. Nem, szóval én igyekszem ilyen objektíven hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Nyilván nagyon sok reakció érkezett már ezen a ponton arra, amit csinálok, és hogy elkerülhetetlenül legyen közt olyan, ami negatív, pozitív, semleges, és hogy alapvetően nem vagyok erre ráfeszülve. Tudom, hogy sok előadó, aki rosszul esik, valami rosszat írnak, valami csinálás, ez is tök érthető, mert nyilván valami neked fontos, valami a csomó munkát beraksz, és akkor valaki ott leoltja az interneten, de hogy nem tudom, nekem ez valahogy sose volt, tehát hogy én... Nem is az a fajta vagyok, aki egyáltalán nem olvassa el, és akkor így tudom, és elolvasom, és valami vicces, negatív van, azon is jól tudok röhögni. Aha, tehát nem veszed abszolút magadba. Ez valahogy szerencsére nekem könnyen mászik. Szóval nem könnyű engem úgy általában megsérteni, hogy valakinek negatív véleménye van, szíve joga. Tök jó, mert én például... Hogy nálad például pont erre lennék kíváncsi, hogy amikor ti elkezdtétek, akkor meg ugye ez a hip-hop korszak volt, hogy fénykorát élte. Meg kritikus rétege. És azok az emberek, azok nagyon kritikusak, és nagyon-nagyon bántóak tudnak lenni. Hát, én nagyon sokszor jobban szeretem a mainstream közönséget, mert ők hálásak. Sokan ugye a rádióból hallottak, és akkor azt hallották, hogy a reggaeton, meg a mombaton, meg ilyeneket is játszom, sőt néha house-t is szoktam játszani, és akkor az a mainstream keresik. Igen, ez nagyon durva, hogy amit mondasz. És az a durva, hogy ezek az arcok, akik beírják, hogy miért kicsit nem is vágják, hogy te ezek gyerekkorod óta hip-hop arc vagy. Mióta ismerjük mi egymást? Hát nem tudom, én ilyen 14 körül lehettem, 14-15. Kurva, ez nem. Rég. És már nyomtad a hip-hopot, tehát hogy... Hát igen, én ebben nőttem fel, persze, hát mentem veletek a buliba, vakumers, minden, kromiknál, pörgés, jaj. És neked annó, amikor elkezdted, akkor voltak ilyenek, vagy hogy volt? Hogy, de hát pont azért durva, hogy mi, akik akkor kezdtük el, ugye nekünk aztán tényleg bizonyítani kellett, mert ez egy nagyon kritikus közeg, aki hogy most beletartozik és mennyire jó, és hogy aztán amikor megjelent a lemezünk, akkor kaptuk azt, hogy ez egy szám, és hogy ugyanarról szól az egész, és hogy ez Gangsta Zoli is, meg hogy ez mi, és hogy stb. És utána mondjuk volt a kezdetfői, meg a Frequent ugye szervezte ezt a KPH klubot, a Dürerbe. Igen, Patrikuli volt az első. És akkor ott voltunk a Dürerbe, lemezbe mutatott, és teltház. Tehát, hogy azért mégse utána minket annyira, hogy a teltház van, tudod. Tehát hogy egyben kaptatok egy ilyen feedbacket, azonnal, hogy oké, vagy online. Azonnal, és iszonyat vágták a szöveget. De hát azért akkor is volt online. Most így elgondolkoztam, hogy nyilván Facebook nem volt, de mi MySpace, Ivy. Azt hiszem Facebook is volt, hát 2009. És akkor, amikor kijött a második lemezünk, akkor meg már mindig azt hallottuk. Az első lemez az mennyire korszakalkotó volt, és hogy ez a mostani, ez nem olyan, de hogy az tényleg az volt az igaz, és az meg miért nem akkor mondtátok, tudod? Igen, meg engem az zavar, hogy lehet véleményt nyilvánítani, csak így azt is nem mindegy, hogy tudod, és annyira bántóak tudnak lenni az emberek. Hát sokkal inkább arról az illetőről szólnak. Igen. Tehát ez nem az előadóról szól, hanem aki tényleg nagyon sok energiát fektet abba, hogy más megpróbálja megváltani, az sokkal inkább az ő személyes lelki problémái vannak a háttérben, amit azt szerintem szintén valahol meg kell érteni. De ez tök jó, hogy már az elején így gondolkodsz ezekre a dolgokra, mert nekem évekbe telt ugye ezeket így felfogni. Hát csak valahol belegondolsz, hogy tényleg... De mi abszolút igazad van. Milyen mindstate-ben kell ahhoz lenni, hogy dühös legyél azért, mert valakinek nem tetszik a zenéje. Igen. Szóval ez egy nagyon furcsa mentális állapot kell legyen, hogyha az ember úgy alapvetően nem tudok azonosulni. Igen. És az nyilván megint más szerintem, hogyha valaki tényleg csak odaírja, hogy ez neki most nem jött be. Tehát van a negatív kritikának is olyan formája, de igen, hogy van az a formája a negatív kritikának, ami tényleg csak
az illetőről szól, aki a kritikát fogalmazza meg magáról. De ez nagyon fontos szerintem fellépőként, hogy ezt így fogd fel. De meg tudod, igazából mi vállaltuk mindannyian ezt, de nem tudtuk pontosan, hogy mit, de azzal, hogy ismert vagy, azzal vállalod, és a nagyon ismerteket meg aztán olyan érzésem van már, mintha a játékszerei lennének az ismert emberek a hallgatóknak, tudod? Mert érted, igen. Valakinek mondjuk van egy véleménye valamiről, és nem gondol bele, nem gondolja teljesen át, és kiposztolja, és ő rájön, hogy fasságot posztolt később, és kitörli, de akkor rámennek az emberek, és mintha ezt várnák, tudod, akkor elkezdik megdobálni. Fú, nekem egyszer volt az Onyx koncert előtt, kiraktam, hogy ki szereti az ósúlis hip-hopot. Na hát ezek a veterán hip-hopos rácok, na ez a hülye azt se tudja, hogy miről beszél, mi az, hogy az Onyx old school, azt se tudod, hogy mi az. És akkor egyből a Győre Mix-el beszélgettem, hát ugye ő az élő hip-hop lexikon. És akkor mondom, Győző, basszus, ezzel bántanak, és akkor hagyjad már, Julika. Hát az Onyx az 87-ben adta ki az első albumát, és akkor ezáltal old school-nak is számít, hogy én mondta. És amúgy meg igen, mert az old school a 80-as években az old school hip-hop. Ugye, de az Onyx meg pont, hogy oda tartozik. Illetve manapság, mert a Wu-Tang is old school-nak számít. Tehát öreg, az új, igen, az idő. Mert maga az old school, az egy olyan fogalom, amit nem az old school hip-hop miatt találtak ki, hanem old school ósuli régi. Tehát ezáltal, mert hogy volt, hogy írta, ez mondjuk pont egy jófej srác volt, de ő írta, hogy mi is akkor a jégkorszakot is át kell nevezni, hogyha és így miről beszélsz, baszki? Hát ugye nekünk meg van egy Onyx Field elemezünk a Kilagunszon, és tudod, Nem is harangoztuk nagyon be, hanem ott látták meg, amikor megvették, vagy megfogta a CD-t, és megfojtott, és... Igen, nektek amúgy Onyx, nagyon sok ilyen van, hogy... Tudod, hogy mi, Onyx, Onyx, hogy ez mi, ez biztos valami más is meghallgatták, és akkor azt kaptuk, hogy na, a kiégett Onyx a feat-elnek. De... Ennyi. Tehát, hogy nem volt az nagy dolog, hanem a kiégett Onyx. És ha már itt az old school hip-hopról beszélünk, mi a véleményed a trapről? Trapnek az újfajta hip-hopot is csak... nevezzük. Én ezt itt tökjön kitaláltam, hogy azért trap, mert tört itt a műrát. Meg tudom magyarázni, de jó? Biztos erre gondoltak a déli államokban az amerikai emberek. Mi a véleményed? Szeretted el? Megszeretted? Hát az ilyen régebbi rappes arcoknak, mint jó magam, bár nem vagyok túl öreg, de hogy nagyon nehéz azonosulni az új dolgokkal, és a trap az egy ilyen dolog, bár már évek óta próbálkoznak arcok, és tehát, hogy nem voltak annyira jók itthon. Én például a trap, én szerintem akkoriban kezdett el beindulni, amikor Master P meg ezek elkezdték ugye a downsouth-os stílus, és én pont akkor költöztem ki Japánba, és Japánba klubokban csak ezek szóltak, én gyűlöltem. Uh-huh. Tehát annyira lebutított verziója volt a hip-hopnak, amiben én annó beleszerettem, hogy én azt nagyon nem szerettem, és mostanában az utóbbi 2-3 évben kezdtek el olyan előadók jönni, meg olyan trackek, amikre így azt mondom, hogy na ez már jó, ez már tök jó. Meg elkezdtem megérteni azt, hogy ez egy ilyen kis vicces, tehát hogy nem kell komolyan venni. Meg, figyelj, engem tudod ki vett először a lábamról ilyen trap szinten? A Lil Dicky. Lil Dicky? Tehát, hogy az ilyen olyan szöveg, mert, tehát hogy nem gondoltam volna, hogy így lehet, tudod, itt ebbe a stílusban is valami olyat alkotni, ami frappáns, meg én is azt hittem, hogy tök egyszerű, jaj, ilyen klimpírozós, nagyon buta zenék, buta szövegek, olyanokat hallottam először, Magyarországon is csinálgatták arcok, de nem egyszer, és aztán szép lassan jöttek olyan zenék, vagy eljutottak hozzám, amik tényleg tetszettek, aztán befogadtam, hát ezt szeretik a fiatalok. Meg haladni. Nem vagyok egy beszűkült, mint producer, ezért muszáj vagyok nézni minden felé, tudod, meghallgatok mindent igazából, tetszik. Tetszik, igen, ennyi. Ja. Neked, Krúbi, te azért hallgattál azért klasszikusabb hip-hopot is, gondolom, tehát, hogy hip-hopról... De nekem azért elég, tehát én elég fiatal voltam, amikor nekem a trap úgy azért előtt, tehát, hogy azért a 2010-es évek elején már elkezdett úgy igazán mainstream lenni ez a dolog, vagy első felében a 2010-es éveknek, és... Hát aki képben van, igen, az tudja, hogy akkoriban elkezdett, nem, Magyarországon még azért annyira nem volt, de hogy érted, én most vagyok 24, azért nekem ilyen 18-19-20 évesen már így láttam, hogy ez nő ez a stílus. Szerintem ez is egy ugyanolyan ilyen hullám, mint a többi, hogy van benne nyilván nagyon sok igénytelen alkotás, de van benne nagyon sok érdekes, nagyon fasz a cucc. Mindig nehéz összehasonlítani valami, ami új, valamivel, ami mondjuk
teszem azt, a 90-es években volt a csúcson, egy másik stílus, egész egyszerűen azért, mert a sok szarra a 90-es években nem emlékszünk. Igen. Tehát, hogy az agyad így megszűri, nyilván amire most emlékszem, hogy most fel tudsz idézni, az az, ami valami maradandó alkotás, ami még a mai napig... Mi a számodra amúgy a 90-es évekből, amire azt mondod, hogy... Egy Vanilla Ice. Pont őt akartam mondani, ezzel meg is válaszoltam. Nekem amúgy a 90-es évek zenéből meghatározóbb a rock vonal. Nekem ott inkább ez a grunge, meg alternatív metal, meg ezek a dolgok. Egyébként így nyilván szeretem mondjuk Biggie-t. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen 90-es évek rapperek közül így Biggie a kedvencem, de hogy így nem vagyok olyan igazán művelt egyébként abban a korszakban. Tehát nekem sokkal, tehát mit tudom én, az ő flója jött be, tehát ennyi, hogy... Igen, de... Tíz kosztos vagyok ott is. Igen. Ja, erre én nem határolom még be. De persze. Kelet. Yes. De... Tehát azt gondolom, hogy ez a trap dog hullám is olyan lesz, hogy 20 év múlva, amikor már csak a legjobb 15-20 trap albumra emlékszünk a 2010-es évekből, akkor ez is egy ugyanolyan értékes műfaj és irányzat, és ugyanúgy lesznek olyan albumok és vannak, amelyek tartalmasak és érdekesek művészileg, és olyanok, amik csak arra jók, hogy bengörök vannak rajta, és lehet álbulizni, de abból jó, és van a 95%, ami szutyog, de hogy ez ugyanígy volt minden műfajjal, minden időszakban, csak ahogy telik az idő, csak azok az albumok maradnak fenn, amik tényleg értékesek. Igen. Amen. És visszatérve erre a hétereskedésbe, ugye az előbb inkább az online felületekről beszéltünk, hogy fellépés közben mondjuk biztos volt olyan, hogy kiszúrtál olyat, akinek nagyon nem tetszik. Gondolom, te azért te tényleg ilyen falunapok meg ilyenekre mész, vagy általában... Mi azért igyekszünk megválogatni, igen, pont ezért, mert hogy azért ott... Igen. De ez most egy eléggé, ez egy létező dolog itthon, ez a haknizás elég jól is megy, meg sok, persze, főleg ilyen YouTube sztár rap előadó nyomja, és ez tök rendben van. Én azért igyekszem ezt megkerülni, ezt az utat, és szerintem ez érdemesebb így csinálni, hogy nem minden fellépés bevállalni, viszont amit bevállalni, az meg olyan is legyen. Nyilván azért voltam már ilyen-olyan klubokban, ilyen-olyan rendezvényeken, de jó, ja, tehát azért nem az a jelenző. Hát megtanultad, hogy arra nem szeretném menni még. De hogy bármilyen önkormányzati rendezési dologra az jelenző nem így van. Pedig a legelső fellépésed hol volt? Az felcsúton volt az első. Felcsúton volt tényleg? Én ki volt bassza, két erősítő, aztán ott nyomtuk egy. Úgyhogy az volt az első koncertem. És, de azért biztos van olyan, hogy látsz valakit, akinek nem tetszik, amit... meg biztos vannak bemutogatós ember, vagy nem? Nagyon nem? Bemutatni, vagy nem is figyeled? Amúgy azért többnyire sötét van a közönség, tehát a arcokat nehéz. Te így k***val az ember szedesz az egészet, illetve hálat. Ami egy ilyen létező jelenség, amit még mindig nem teljesen tudok értelmezni, hogy az első sorban, középen van néha, hogy áll egy-két lány, aki inkább csak ilyen rosszallóan néz, de hogy így az én klubkoncertem, amire vett jegyet. Tehát ja, az nagyon jó. Azt tudom elképzelni, hogy esetleg nagyon feszül, és így nem meri elengedni magát, és akkor csak így néz az első sorból. De az szokott néha, hogy kizökkenteni, várjátok, hogy te most így csomárod a fejed, hogy ez így nem. Hogy mit történik itt, de alapvetően nagyon kis barátságos, kedves hallgató is szoktak lenni, amennyire ez tök jó. Semmi bugyidobálás, meg ilyenek. Banándobálás szokott lenni sajnos. Úgyhogy. Ja igen. És azzal neked most, hogy beszéltük, hogy annál, amikor elkezdtétek, akkor azért eléggé keményebb volt a közönség ugye ilyen téren, és ott azért volt olyan, hogy koncerten? Az elején nem mondom, inkább az volt a durva, hogy teltházas bulik voltak, és hogy nagyon-nagyon élték, és hogy tényleg annyira durván vágták a szöveget, és inkább azt kaptam mindig el, hogy mennyire tudják kívülről a szöveget. Akkor te is inkább után. A pozitív dolgokra de koncertre. Aztán meg voltak bizonyos helyek, olyan klubok, ahol az old school-ak közeg volt, akik még kritikusabbak a kritikusokon felül, tudod, és azok már keresztbetett kézzel állnak és néznek. De amúgy meg általában nagyon durva, hogy amilyen erőszakos a szövegvilágunk, meg a zenénk, olyan annyira szeretnek minket az emberek, de mindenhol szeretetet kapunk, akárkivel beszélünk. Mi az, ami, van-e olyan dolog, ami f***sz, tehát hogy akár a social media-ban, akár... Nem szoktad látni, ilyen komment záborúba megy bele az internetben. Mindent. Azzal komolyan beszél. Figyelj.
Felbasztam a kicsit. Nem, hogy nem tudom, akár koncert közben, akár ha rajta vagy a neten, social media, valami, bármi, nem tudom, mi az, ami számít. Ez egy hosszú interjú lesz, ez az lehet, hogy nagy... Túl tág. Hát néha belemegyek hülyeségekben, de szerintem ezeknek a nagy része troll, aki kihozza belőlem, és utána meg kapcsolatok. Tehát, hogy a trollok kihozzák belőled, vagy ki de már ez is ritka, tudod, mivel már ugye kisfiú van, és ezért türelmesnek kell lennem, azért néha ő csinál olyan dolgokat, hogy így legszívesebben ordítanék, tudod, de muszáj, persze, tehát, vagy olyan dolgok, vagy hogy annyiszor mondja, hogy apa, éppen csinálsz három dolgot egyszerre, tudod, és az számolod a kezedet, hogy csak két kezem van, érted? És akkor mondja, apa, nézd, apa, és rángat, és akkor ott tudod ne odaszólni egyet neki durván, hanem mindjárt nem érek rá. Igen, ezért ugyanez a mentalitás most már kihat mindenre. Helyes. Ez tök jó. Akkor tanít, olyan sok minden, ami felbasszott, de most már megtanultad ezt kezelni Bálintnak. Bálintnak köszönhetően. Na és te, Krúbi, te azért elég pisztes vagy. Én úgy alapból nem. Tehát, hogy az volt a policy mindig is, hogy nem írok vissza semmire, hogy ilyen szinten. Nyilván... Amúgy róla kifogta, hamarosan előre, hogy ketaminozik a srác, hogy semmi sem jönnek vissza. És az Atani híd is tart. Igen, nyugodt ember vagyok. Igen, amúgy ez átjön abszolút, hogy te egy ilyen nyugodt természeti vagy. Ez példa érték. Igen, amúgy tök jó, hogy... Köszönöm szépen. Hogy ez, hogy így nem érzek benned ilyen görcsöt sem, hogy menni kell és ott kell lenni, és így full lazán veszed az egészet, és szerintem pont ezért is szeretnek az emberek, mert hogy ez így átjön, hogy így... Laza vagy. Igen. Ez pont. És az a durva amúgy, hogy azért azt nem látjátok, hogy laza. De amúgy, amikor most beszélt, átjött és beszélt az új lemezéről, meg már az előző lemezénél is, hogy annyira érdekli, meg annyira rajta van, meg annyira mindennek tudja a helyét, és foglalkozik minden zenéjével, hogy akkor ez egy teljesen más állapot, amit amúgy kevesen látna, gondolom. Hát maximalista vagy. Abszolút. Nem is az, hogy rá van görcsölve, hanem tudni akarja mindennek a helyét, meg éhes meg. Mert mondjuk, hogy az alkotási pályalatom az nem egy olyan, hogy csak úgy lazán, ami jön, hanem hogy egy nagyon átgondolt procedúra, amivel nagyon szeretnék minél többet kihozni magamra. Az első album egyébként még kevésbé, egész egyszerűen azért, mert nem volt időm meg erőforrásom arra, hogy annyi energiát fektessek bele, mert még suliztam, dolgoztam, és akkor amellett kellett valahogy ezt intézni. Plusz még a minimális menedzsment részét a projektemnek is nekem kellett vinni, most már szerencsére erre van stáb. Ez így jó, hogy van. Igen, de hogy... Rólad. Igen, de most már úgy érzem, hogy megvannak az erőforrások, meg az idő arra, hogy tényleg valami zeneileg is olyat alkossak, ami 5 év múlva is meg fog járni. Úgyhogy igen, tehát hogy lehet, hogy lazza vagyok, vagy nem tudom, de hogy nagyon komolyan veszem magát az alkotást. Igen. Szerintem én... Kifújtok. Aha, megbeszéltünk mindent. Amire egy voltam. Nem tudom, nektek még maradt a kérdésetek. Na, mondjátok. Jó, hát akkor köszönöm szépen, fiúk, hogy itt voltatok. Tök jól dumáltunk, aztán csatlakozzatok be majd legközelebb is. Sziasztok! Peace out! For the record.